Miért van ilyen rohadt hideg itt? Húaj, Isten. Most komolyan elaludtam. Azt hittem, hogy megvárom, hogy hát ha jön valaki még este, aki átveszi ezt a rohadt szalmát, de nem jött senki. Ezt. Hú, szerintem bealudtam, de miért van ilyen barha hideg? Mi a fene van itt? Na ne! Ó, de fázak, mi a szar van itt? Jézus Isten! S nincs itt senki még mindig, nem hiszem el. Ezt nem akarom, Jézus Mária, Úristen, esik a hó. Ó, basszus, hát ennél szarabbá nem lehetne, komolyan mondom, induljunk el, hogy miért nincs. Ó, hogy miért nincs. Miért nincs egy rohadt kabin ezen? De fázok. Fene essen bele, mi töri már megint a seggemet? A franc ez. A fene itt az ülés alatt. Ja, igen, a láncfűrész, de mi ez a másik? Ez meg mi a szar? Mi ez, telefon? Nem az akar lenni. Mi ez? Mi a szar? Méter, meg izé. Hú, ez valami GPS? Na jó, kipróbáljuk majd, de menjünk haza nagyon gyorsan. Hú, ugye, hú. Vá, álljunk meg egy szóra. Az egyetlen vagyonom az a néhány darab bála, amiből pénzt nyerhetnék ki. Szarrázik, amit gondolom később akkor nem nagyon akar majd megvenni. Na jó, van, húzzunk haza nagyon gyorsan. Ne. De hideg ez a kormány is. Ezt nem hiszem el, nem akarom. Menjünk gyorsan haza. Menjünk. Ó, hogy ilyen messze kell laknom a várostól, nem hiszem el. Pont tényleg, komolyan mondom. Pont tényleg kellett ide jönnöm. Miért kellett ide jönnöm? Miért kellett ide jönnöm? Édes Istenem. Itt lakik az ügyvéd úr. Hát ezzel meg majd kell beszélnem, mert ez azért nem járja így. Nagyon át lettem verve bár aztán. A saját hibámból. Én meg még azt hittem, hogy meggazdagszom. Gyorsan, haza. Haza szétáznak a báláim, az az egy esélyem van, hogy egy kis pénzt szerezzek. Erre meg az se lesz. Gyorsan, menj. Istenem. Ó, öregapám, értem, egy gyorsabb járművel sikerült meglepne engem. Nagyon fázik a kezem, elengedem a kormányt úgy. Ujj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 
traktorral megyek fölfele. Egyre. Ó. A bálákat gondolom el tudnám adni, a bálákat el tudnám adni, úgy kell. Gyerünk, 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 gyerünk. Aj, de nézzetek az ablakból. Istenem, jó, Istenem. De legalább meg lesz az előnye, nem kell lekaszolni a füvet, legyomja majd a hó, ugye? Gyorsan, 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 gyorsan. Ma. Hát rájöhettem volna, annyi eszem lehetett volna, hogy itt ősz végén, tél elején nem kellene ott aludnom a pajtába. Gyorsan. Gyerünk. Gyerünk, meg kellene mentenem a báláimat. Gyorsan be kellene pakolnom őket, megáznak, szarráznak. Megáznak, szarráznak, megáznak. Gyerünk. Hogy ilyen messze kell, hogy lakjam. Hogy tényleg, hogyha esetleg valahogy sikerülne egy kis gazdaságot megindítanom, mindenképpen vennék egy házat a városba. Szétfagyok. Szétfagyok, 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 szétfagyok. Szana szétfagyok, komolyan mondom, szana szétfagyok, én ezt nem bírom. Nem nekem való ez a falusi lét. És még ráadásul télen is. Magadás. És szerencsére talán nincs olyan hideg, hogy megmaradjon ez a hó. Jaj, micsoda dzsumbuj.
Micsoda fosz gyumbúj van itt. Merre kell mennünk, nehogy beleboruljunk az árokba. Gyorsan. Amennyi szalmát és szénát meg tudok menteni, annyit. Aj, mekkora sár van, még nem fogyott meg. Na. Na. Menj ma. Magassan, ette meg. Nem hiszem el. Menj. Menj. Kitoratok. Jézus, hogy szakad a hó? Kitoratok, elmegyek itt oldalt, megpróbálom. Az. Az, jó. Jó, hát ilyen kis géppel nem szabad belevennem a baltalmas sárba. Gyerünk gyorsan haza. Gyorsan haza. Megásztak a báláim már tuti. Megpróbálom bepakolni őket valahova. Fedett helyre. Azokból remélek pénzt, mert ezt nem veszik meg. A szalmát nem veszik, csak a bálát úgy néz ki. Itt hol vagyok? Most már ennek is örülök komolyan. Még jó, hogy nem adtam el ezt a kis birtokot. Hát oda se, az se lenne, ahova megyek. Ahova éjszakázzak, ez az. Nyissuk ki a kaput. Álljunk majd. Okay. Jaj, az én kis... Én kis rezidenciám, már ennek is tudok örülni. Jaj. Dörög az ég, vagy mi az a hang? Jó van, majd a biciklit is letoljuk. Leleptje be a hó. Na. Nézzük, a báláink még megvannak-e. De az a kukoricát, ezt nem igen kell leszednem, ebbe jég kukorica lesz. Jég volt itt a ma, de jég kukoricát még nem láttam. Hop. Melyik kara izé? Melyik kara billentés? Az az. Az az. Megvan. Megvan rájba azt a... Jó van. Vissza? Vissza ugyanaz? Ja, jó van. Nincs baj. Na, nem billentettem le mindet. Na. Gyerünk. Billentsd le. Végén még úgy kell ledobnom valamibe. Billentsd le. Úgy megrázom egy kicsit. Na? Jó van, oké. A bálák szarrá vannak ázva, jaj. Jaj Istenem a báláim. Állítsuk meg. Üzemanyagot spóroljunk. Fú, már vizesek a bálák. Gyorsan. Elvírom én ezt? Hogy sérvet kapok ezért a nyomorul. Azt a mekkora bála ez. Atya rohadjon meg. Na gyerünk. Na. Aj, mekkora bálák ezek, te várjál. Te Jézus Úristen. Gyerünk, nehogy tönkre menjetek, bálák. Ide még egyet rakok. Jó. Még egyet a tetejére, valahogy. Láttam itt egy farifert, megpróbáljuk lekötni. Mennyit kell szenvedni? És már tudom, hogy mennyit szenvednek. Jaj, kössük le. Ez az. Ez az, itt is lekössük. Nem tudom. Fölüt. Jaj. A traktorom. Jaj. Istenem! Sok volt rá! Jó van. Hordjuk egyesével, minél hamarabb tönkre vennek a bálák. Azaz. Azaz, menjünk. Menjünk. Nem sokat látok. Tulassunk. Nincs nem adott. Hol a lapát? Volt egy lapát valahol.
lapátom sincs, el se tudom volna lapátom. Egy lapátom volt. Beadok, amit tudok, aztán hát, ha valamit. Na. Nem látok semmit, semmit se. Semmit se látok. Videálok, aztán bedobom. Már egy valamennyit óvjunk meg. Az nem is állítom le a motort, úgy, úgy. Ja. Szépen sorba, úgy. Lehet, hogy kettőt megpróbálok felrakni, mert ez meg már kevés lesz. Szépen sorba, ez az. Ez az, jó van. Menjünk gyorsan. Jó sokat eszik ez a traktor. Alig van benne ma, vagy legalábbis már fogyott belül. Ez az. Fúj a szél, oj, de hideg van. De legalább most dolgozok. Megmelegszek egy kicsit. Kettőt megpróbálom fel. Úgy kettőt. Egy, és még egyet rárakok. Egy tetejére. Az. Na, tolatva. Gyerünk. Nem egyszerű így városoként kitalálni mindent. Saját magamnak. Jaj. Ahogy felüljünk. Ezt kitiprovak kukoricávat. Istenem. Ez az. Jó. Ez az. Nem állítom le. Gyerünk be a másik mellé, másikra. Talán befér az összes. Ez az, nagyon jó. Ide még felfér egy? Van még egy ráfér, ez az. Ahogy de jó, ma hármat megmentettem, nagyon örülök. Ó. Jó vizesek, azért ilyen nehezek, gondolom. Megint kettővel. Egymás mellé nem fér be kettő? Nem. Gyorsan. Próbáljuk meg gyorsan csinálni a dolgokat. Úgy. Jöhet a következő. Jöhet. Úgy. Hát mi lett? Mi lett vélem? Hogy bálát, én nem gondoltam volna bálát fogok rakni még. Azt hittem, hogy majd duskálok a vagyomba, majd a munkásaim dolgoznak helyettem. Erre meg a bálát rakom saját kézzel, hogy megmentsem a kicsi vagyonomat. Mert igazából most már csak ennyi az összes vagyonom. Nekem semmi nem lett. Eladtam ugye mindent, hogy ide juthassak. Itt vagyok a távoli. A hazától távol, a Lengyelországba. Próbálom már menteni a menthetetlen a báláimat fedett helyre hordani. Ez. Még jó, hogy találtam ezt a spanifert is. Ez az. Mehet a másik oldalra. Jó. Mert kisüt a nap a végén, még kisüt a nap. Az. Hogy egy kicsit elrendezem. Kicsit tömören voltak. Hogy? Ja. Azaz, mehetek le a következőért. Megpróbálok megmenteni, amit lehet.
Nagyon. Nagyon jó, nagyon jó. Dörög az ég, úristen. Nem is hallottam még olyanról, hogy dörög az ég télen. Városban legalábbis én ilyenre nem emlékszek, a jó fütött panelban nem voltak ilyen problémáim. De miért beszélek ilyen parasztosan, már rám ragad ez is. A végén még ez is rám ragad. Kettőt viszünk, ez már ki van találva. Toladva szépen. Okosan. Úgy. Ez az. Ide öntöttem a szómát. Öregapám. Nem tudom, a babettában van-e tüzemanyag. A babettában talán gyorsabban lejjebbék a városban, hogyha akarok valamit esetleg. Ugorj le gyorsabb! Jaj, Istenem! Nem hiszed el. Megint fölütem. Megint fölüt a szekér. Egyre nagyobbak a bajok. Fölüt a szekér, jaj! Még jó, hogy nem maradta valatta. Azt a betyát. Jó, az még ugye befér oda a tető alá. Már 6 darab bálát megmentettem. Hát ott. Jó, ott is inkább az időre menjünk. Hát de ezzel mit csinálok ezzel a ketyegővel? Azt se tudom, mi a neve ennek a traktornak. Öreg apám hagyatéka, tessék. Egy régi romos pince. Meg egy traktor. Na, próbáljuk meg felállítani. Ó, ruk! Azt. Jó van, felállt. Menjünk gyorsan. Hol vagyok? Hát tévedek ebbe a kicsi udvarba is. Jó lenne lekaszálni itt a növényeket. Van itt nekem egy kaszám. Tudnám, mire való ez. Megnézem rá, visszem erre a bálára. 4000 liter szalma. Ez erre mire jó ez? 4000 liter szalma. Érdekes. Több mint érdekes egyébként. Nem tudom ez mi. Óvatosan kövárdom ezzel a szekélyre, mert megint fölülök vele. Aztán végén még sérülés történik. Hát hogyan jutok le így a városba, esetleg a segítségre lesz szükségem. Úgyhogy kettő helyen is lekössük. Gyerünk. Nagyon jó. Hát az a szerencsém, hogy itt toladva látok meg különben, aztán semmire nem lenne esélyem. Most óvatosabban kéne megállnom. Ő mekkora a fű. Egyébként a füvet lekaszálnám, azt is se tudnám adni, azt hiszem beszik valahol. Oké. Okay. Az. Spanifer le. Gyorsan. Hordjuk. A szómát. Ezt még feldobhatnám oda, nem? Hogy... Minél többet, meg minél kisebb helye legyen. Akkor esetleg még... Be tudnám hordani. Be tudnék állni a géppel is. Talán az összeset meg tudom menteni, aznak már tudnék örülni. Mindjárt jobban érezném magam. Jó, közel álljunk el. Nem kell annyit emelnem. De már kezdek fáradni. Hát... Magányomban ne kell álltam magamba beszélni. Ezt is megértük. Magányomban magamba beszélek. Aj, itt a, ott van a kassa is. Na jó, hogy a szalma annyira remázott meg, nem annyira nehéz. Miért tudom így szűrőni? Kinomba. Mehetünk. Ja, még jó, hogy nem ázott meg annyira. Mennyi?
Ajaj, dülöngél. Kukorica mellett. Hát azt a kukoricát lehet, hogy le kell majd valahogy kaszálnom. Kézikaszával lehet nekiállok, ledurrantom. Aztán akkor utána meg majd valamit ütetünk vele. Egy kis paprikát, egy kis vetevéje, hogy legyen mit ennem. Egy kis konyhakertet itt csinálok magamnak. Ó, de jó, nagyon-nagyon szerencsém van. Nagyon szerencsém, hogy viszonylag hava észrevettem ezt a hóesést, mert megállazott volna ez a bal, aztán akkor vége lett volna nekem. Itt jó szárazon lesz legalább. Hát, már ennek is tud örülni az ember. Faluhelyen azért máshogy megy az élet. Hiába van az Lengyelországban, meg Magyarországon, de egyébként olyan idegenben érzem magam itt, hogy azt el nem tudom képzelni. Teljesen olyan, mint hogy fú. Nagyon veszélyes. Egyébként ugye a másik öreg apámnál voltam kint ijeszbe. Andó. Meglátogatni. Leszoktuk járni anyámékkal. Alsó Újlakra. Ott volt TSL-nek ugye. Újlakon. De én nem gondoltam volna, hogy egyszer én is úgymond TSL-ök leszek a saját gazdaságomnak, a saját szerencsémnek a kovácsa. Ezt is megértük. Gyerünk. Ó, van. Hajrá. Nem tudom, hogy tudnék tankolni. Meg kellene vennem majd üzemanyagért. Ha kifogy a gépből, akkor mi lesz? Kannál, nem tudom, nincsen kannám se. Ide kormol. Nem tudom, hogy van-e kanna. Tudok-e venni valahol egy kannát? Az jó lenne. Mert különben baj lesz ebből. Pajok lesznek. Hát ez a... Nem igen bírja itt a gyűrődést ez. Jó. Fölött helye lesz az a lényeg. Fölött helye lesz a szalmám. Az. A végén még itt nem fogok aludni a szóval. Bár, hogy nincs ajtaja se ennek a fecónak. Nem is tudom, miből tudnák pénzt csinálni, komolyan mondom, gyerek. Azt a betyár úristenit. Azt a betyár úristenit, úgy látom, bele kellene húznom, mert másik a hó. Jaj. Havas a határ már. Ami lesz így velem, édes Istenem. Már csak egy bála van, jó van. Ott van ki egy kiesett mindjárt. Érte. Te Isten. Végén még havat is lapátolhatok. Huda lapátom. Lehet a lapát. Valahol itt volt. Mi mekkora hó van ma. Valahol itt volt a lapátom, csak nem tudom hova tettem. Mária. Kassa az itt van. Ezt is elvisszük. A lapátomat jó lenne, megtalálom. Körben erre nem tudom bedobni a havat. Ide ezt ráraktuk keresztbe, jó? Nem jó? Néha. Még a végén most bonyolódok bele itt a dolgokba. Várja ezt a kaszát odébb rakom. Hogy? Hol a lapát? Hol van a lapát? Magamtól kérdezem? Jó, meg vagyok én itt magamba. Magamba edumálgatok. Na meg kell keresnem a lapátomat. Nézzük a fűbe, mert valahova ide dobtam. Valahova ide dobtam le a lapátot. Jaj. Jó van. A biciklit is be kellene hoznom. Megeszi a rozsda. Hát, ha még jó szolgálatot tesz nekem is. A bicikli. Jó van, oké. Ezt megmentettük, úgy látom. Jó van. Istenem, micsoda időjárások vannak errefelé. Ez az. Jó van, a szalmát megmentettük. A géppel meg ide járok. Bejárok egy icipicit.
Bátorlatok, hogy a motor. Motor meg az ülés, az ne hazzon. Ezt meg kell keresnem a lapátot, eldobom itt a havat egy kicsit. Úgy, hát ezt jó kitaláltam, na. Úgy, ne. Jó van ez. Leállítom a motorját. Kicsit, hogy ki tudjak jönni, így lesz. Oké, ez az. Rajta ott a fétetőt, behozom a biciklit is. Jó van, ez babetta jó helyen van. Behozom a biciklit, beteszem a kaput. Ki tudja, meddig lesz az a havazás. Jó van, legalább már sár nincs, nem igaz? Megoldódott ez is. Sírtam, hogy hó, sár van. Hát megoldotta nekem a természet. Hol ne legyen. Ez az, ide rakjuk a kempinget. Itt van az én gépparkom, meg az életem ezek után, úgy látom. Mind Abelnek a Hargitán. Csak tudnám, hova tettem a lapátomat. Hát ide jó lenne, ha meg lenne. Hát hova tetted a lapátot, te hülyesüket gyerek? Fölállok a kerítésre, hát ha meglátom, de nem igen veszem észre. Hova került ez? Nem gyűlök rá. Bemehetek majd a boltba venni egy lapátot, az igen jó lesz. Volt annyi eszem elveszteni. Te... Hát hogyan lehetett annyi eszem? Kihagyom a lapátot, a szerszámot elhagyom. Jó van. Hát nem jövök rá. Na mindegy, akkor vigyük be a kaszát. Legalább az megvan. A lapátot azt meg behetek venni a boltba, másikat, ha nem találom meg. Csodálatos. Kaszát ide teszem oldalra. Tudjam, humor. Egy. Megtámasztjuk ide. Hogy ne hol. Megnézem még egyszer ezt a rohadt lapátot, nem-e találom meg. Mert azért igencsak jó lenne. Aj, megáll a hó, talán. Nem? Nem áll meg, jó. Igencsak jó lenne, meg lenne az a lapát. Hát de nem látom, nem sendítom sehol. Kerítés szélén egyensúlyozik a hülye. Jöjjön rá a lapát, nem igaz? Kellett vesztenem. Hát nincsen lapát. Elvesztettem a lapátot sajnos. De micsoda hó lett? De legalább kisütött a nap. Ne. Csodálatos. Viszont van nekem láncfűrészeme. A láncfűrészre dolgozhatnék. Várjál. Meg kéne néznem nekem ezt a pittyegőt, ez micsoda? Szalma 3792 liter. Ejha. 3792 liter. Hát hogyan? Szalma 3929 liter. 4000 liter. Aha. Hát azok már elkezdtek rohadni, tessék, még jó, hogy gyorsan behordtam őket. Elkezdtek rohadni azok. Nézzük meg ezt. Ez egy ilyen szerkezet. Jó van. Úgy látom, megállt a hó. Kicsit kéne kaszálnom, mert úgy látom, ez a hó nem igen nyomta le a füvet. Legalább itt egy utat kaszálni magamnak, amelyre közlekedek, mert hát ez egy nagyon retarált. Ára kéne egyet. Kikaszálnám itt azt a területet. Egész az utig. Hát ne ebbe a tökigérő fűbe járjak állandóan. Na, megpróbálunk, kikaszálunk egy részt. Télen kaszál a hülye, ha meglátják, megmondják, hogy városi hülye vagyok. Ugye gyerekek? Jaj te. Jó. Na, hogyan kell ezzel járni? De nem már kézrű ez a kasza nekem, na. Kasza, kasza, ajjaj, kasza. Nem igen, ah, hogy kell kaszálni? Életemben nem kaszáltam, na. Hogyan kell le? Úgy, na. Úgy. Úgy, ne. Úgy, ne. Úgy, ne. Jó van, alakul ez. Mert a hó fölötti részét azt lekaszálom. Úgy. Hát ne vágjam a lábamat, mert amilyen hülye vagyok, megteszem. Hát nem tudom, életemben nem kaszáltam, így oda-vissza vonogatom a kaszát, az a jó. Vagy hogyan működik ez a kasza? Ó, ne. Ó, ne.
Hát az. Jó van, hát lemegy róla. Maximum kiröhög a szomszéd, aki nincsen. Úgyis a magam ura vagyok. Kikaszálom itt ezt a részt. Legalább legyen egy csapa, ahol ne közlekedek. Ja, már ez a nagy dzsumbúj, ami itt van, ez már engem őrít meg. Ahogyné. Kellene vennem egy tologatós fügyirót, ha lenne rá pénzem, de nincsen. Sajnálatos módon. Szegény vagyok, mint a templom egere. Az. A pipacsnak virágzik a csodálatos fajtái. Én itt amott. El se viszi a pipacsot, tessék. Jó. Jó, hát akkor ez van. Legalább egy csapat csináltam magamnak, ahol tudok közlekedni, igaz a hó, az megvan. Hát jó. Nagyon jó. Ide teszem ezt is. Úgy ne, portámhoz. Ide te. Na. Lapát az nem lett meg. Sajnos. Sajnos a lapát nem lett meg. Szalma viszont biztonságban van-e. De akkor van nekem ez a szerkezetem, a pityegő, amit az ülés alatt találtam. Hát megvizsgálom, mi lesz, hogyha ide nyomok egy pityegőt. Azt mondja, kukorica. Milyen növekedik? Mik ezek, amiket kijel ez a pityegő? Ez szerintem az, hogy hum vagyok. Ez meg az, hogy milyen magasan vagyok. Ez meg, hogy mi ez. Ez meg, hogy milyen növekedik, mennyire növekedik, ez hogy mennyire nedves. Ennek nem tudom mi ez a 67%, ez meg nem tudom milyen nedves. 0%. Hát ez a kukorica, akkor ez még nem tudom, hogy ez jó lesz-e nekem. Egyébként elég sattya arra tűnik, olyan, mint ha bászáradból, elég van rajta szem, 1-2. Nem tudom, hogy mi lesz ebből. Jó, egyébként kisütött a nap, hál' Isten. Kicsit jobb idő van. Beteszem a kapumat. Jó van. Haladjunk. Így. Hogy rastog a hó a lábam alatt. Hát nem tudtam ki volna képzelni. Hogy egy ilyet fogok én megélni, hogy itt fogok dolgozni. Na! Menjük már elő, várja. Mire volt az ülés alatt a... Na, ez az, ezt kerestem. Ha van itt fa. Tudnék ebből pénzt csinálni, hogyha vágnék ki egy... Jaj, Istenem, életemben nem vágtam még fát. Ahogyan? Hogyan, miképp kell ezt? Jaj, valami kisebbe kéne megpróbálkozni először. Jó, ezeket a fákat. Valamelyik fát kivághatnám magamnak. Aztán abból talán egy kis pénzem lehetne. Vagy a bálát vigyem-e? Ez... A szomszédét megpróbál? Ez még az enyém. Ezt ki tudnám vágni. Ezt a magas fenyőfát. Aztán akkor esetleg tudnám adni. Hát tudnám adni a fát. Valakinek. Kerítenék rá vevőt. De a lapát hova tűnt? Ejha. De ha ma sötétedik most. 5 óra van, meglátszik téve, már kezd sötétedni. Már volt valami. Mobiltelefonomban van valami lámpa. Na, úgy. Jó. Éjjel kereshetem a lapátomat. Hát hova tetted a lapátot, te hülye? Elvittem valahova. Nem tudom eszórni a havat. Lapát nélkül. Istenem, ilyen hülyét minden még nem hordott a hátán a föld, az biztos. Ah, biztos. Hát valamiből pénzt kéne csinálnom, mert fekopik az állam nagyon hamarosan. Aztán lehet, hogy azt kellene... Hogy esetleg egy fát kivágnék, aztán megpróbálni eladni. Hát de az is egy véges dolog. Úgyhogy valami hosszabb távú megélhetést is ki kell magamnak találni. Mert különben tényleg fekopik az állat. Jó. Üljünk le, gondolkozzunk. Ide meg ide. Csaptam a füvet. Hát gyönyörű. Jó. Amúgy szép ez a hely. Csak ne lenne ilyen átkozott hideg. Valószínű, hogy be fogok vackóni majd a szalmak közé, aztán ott alszok. Azt reggel meglássuk, mit csináljunk. De szerintem neki állok fát vágni.
Camping bicikli. Átkozott hideg van. Na jó van, én bevackolok szerintem. Ide hátra. Hogy né. Oda beugrok az ablakba, látom is, ha esetleg valami tolvaj jön, vagy bármi. Ne. Jó van, jó lesz ez itt. Jó van. Na majd hónap meglátjuk, mit dolgozunk.